a Csiga csináló deszka a néprajzi gyűjteménynek egy nagyon új, mégis nagyon régi darabja. Tavaly 2013-ban kaptuk Lengyel Erikától, aki az ükunokája annak a hölgynek, akinek készítették és aki használta is. Vadon Sándorné Szilágyi Juliannának hívták, és Kunhegyesi volt, szerelmi ajándékként kapta ezt a deszkát, és szerintem ez első látásra észrevehető rajta. Ha csak a körvonalait nézzük, szigorúan a körvonalait, szerintem olyasmi, mint egy barokk szentképnek a kerete, de egészen más funkciója volt. Az alapanyaga valószínűleg diófa, és nagyon-nagyon sok munkát fektetett bele, aki készítette, ezzel is ki akarta fejezni, hogy milyen fontos neki az, akinek ajándékozza. A nagykunságból került ide, és mivel nagyon sok idő telt el a használat és a múzeumba kerülés között, úgy érzem, hogy ez egy kis magyarázatot kíván. Bele illik tulajdonképpen a gyűjtemény gyarapítási elgondolásainkba, mert hogy ez nem csak attól függ, soha nem csak attól függ, hogy mit szeretnénk, hanem elsősorban attól, hogy mit lehet behozni. Nagyon fontos korszaka volt, és határozott tárcsoportokkal lehet jellemezni azt az időszakot, amikor a magángazdaságok megszűntek, és az emberek azoktól a tárgyaktól váltak meg, amelyek fölöslegessé váltak. Ez egy tulajdonképpen máig tartó folyamat, és úgy kezdődött, hogy a munkaeszközök váltak fölöslegessé, a nagy mezőgazdasági gépek, a paraszti gazdaságnak a nagyobb eszközei, és akik ehhez az életformához kötődtek, emlékként efféle apró tárgyakat őriztek meg a legtovább. Ez azért is van, hogy elférjen a kisebb lakásokban is, de mégis egy régi életmódhoz kötődő darab legyen. Ezek azok a tárgyak, amelyektől mindenki nehezen válik meg, és nem is kell, hogy megváljon, csak akkor kerülnek múzeumba, hogyha a dokumentálás igénye is dolgozik az ajándékozóban. Itt ezzel az esettel találkoztunk, és Lengyel Erika mindent elmesélt erről a tárgyról, amit csak tudott. Amit a tárgy maga is mesél mindenkinek, aki ránéz, ugye az a formája, de egy néprajzkutatónak ennél többet is. Éppen a mi kedves kollégánk Szabó László volt az, aki ebből a tárgyból, nem konkrétan ebből, hanem ebből a típusból is egy egész elméletet ki tudott bontani. Ez pedig a társas munkák kutatását jelenti. Ő volt az, aki Fél Edit után a 60-as években egyetlenként Magyarországon a munkákat, a munkatípusokat, a társas munkákat középpontba állítva kategorizálta. Megkülönböztette a társas munkák négy típusát, és abban volt újszerű, hogy nem valami formai követelmények szerint osztályozott, hanem azt tette meg választóvonalnak, kritériumnak, hogy mi az oka annak, hogy egy munka társas formát ölt. És itt kapcsolódik ehhez a darabhoz az elmélete, ugyanis az egyik, a leggyakoribb társas munka az, aminek az oka egy külső kényszer, mondjuk a földesúr elvárása, ez a kényszer. A másik típus gazdasági kényszer, ez olyan munkákra érvényes, mint például az aratás, hogy egyszerűen képtelenség két embernek elvégezni. Tehát nagy közösséget, sok személyt, sok embert igényel. A harmadik ok, a rituális ok, ezek olyasféle munkák, mint az úrnapi sátrak készítése, a valláshoz, a kultuszhoz kötődő munkák, és a negyedik, az a legérdekesebb társas munkatípus, amikor az ok a szórakozás. Tehát olyan munka, amelyet elvégezhetne mindenki egyedül otthon is, és azért végzik közösen, mert közben, mint egy mellékesen, szórakoznak is. És ilyen alkalom a csigacsináló, ennek az eszköze, ez a csigacsináló deszka, nem az egyetlen, mert készítették bordán is, de hogyha valaki ilyen szerelmi ajándékot kapott, akkor biztos, hogy ezen a
közös munkán, ezen a közös alkalmon, ezen készítette, hát főleg akkor, hogyha nagyon kedves volt a szívének. Ugye a csigacsináló a lakodalomnak a tartozéka, előkészülete, és olyan értelemben egy egyébként is létező közösséget mozdít meg, hogy ott főleg a rokonság jelenik, meg a rokonságnak az asszonyai. Tehát a szórakozáson kívül, ami a munkának az oka, ez egy család és rokonság összetartó erő is. És ez a picike tárgy, ezt is jelenti egy néprajzosnak, hogy valamilyen munkaalkalomhoz kötődik, azt a munkát valamilyen formában végezték, az bizonyos személyeket mozdított meg, és így úgy lakik benne egy-egy közösség, mint csebben a tenger.